Jó estét kívánok, köszöntöm a szemközt nézőit. 2014. október 27-én alakult meg az új közgyűlés Szegeden. Az eltelt egy év mérlegének megvonására kértük ma este Botka László polgármestert, és persze arra is, hogy mondja el, ő mire számít a következő évben. Köszöntöm a stúdióban Botka Lászlót, Szeged megyei jogú város polgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gyorsan eltelt ez az egy év és néhány nap, ami az új közgyűlés megalakulása óta számítható. Nem csak a képviselőtestület összetétele változott meg azzal, hogy az MSZP-DK és az együtt képviselőivel erős többsége lett a baloldalnak, hanem nagyon sok új képviselő is bekerült a közgyűlésbe. Hogy indult meg egy ilyen új közgyűléssel a munka? Hát valóban mozgalmas év van mögöttünk. Ugye most kezdtük ennek az új 5 éves önkormányzati ciklusnak az ugye első évet egy évvel ezelőtt, és hát nagyon sok mindent kellett elvégezni. Tavaly októberben a szegediek egy nagyon határozott döntést hoztak, megbüntették, leváltották az előző 4 éves közgyűlés egyfős fizetes jobbikos többségét, ezzel kifejezték azt, hogy nem tetszett az a politika, ami semmilyen módon nem segítette a város fejlődését a jobboldali közgyűlési többség által, viszont rengeteg kárt okozott Szeged városának, rengeteg kárt okozott a szegedi adófizetőknek, a városi cégeknek, a város gazdálkodásának, és hát azzal, hogy közel 2/3 baloldali többséget juttattak a közgyűlésbe, pedig kifejezték, hogy azt szeretnék, hogyha Szegedre újra a korábbi időszakokban megszokott békés nyugodt építkezés lenne a jellemző, és az a várospolitika, ami arról szól, hogy, és arra épül, hogy nem harcolni kell egymással, nem a pártpolitikai ideológiai csaták a fontosak, hanem az, hogy itt mi 170 ezeren mindannyian szegediek vagyunk, és mindenkinek alapvetően az az érdeke, hogy ez a város fejlődjön. Ön az alakuló közgyűlésen úgy fogalmazott, hogyha megengedi, akkor visszaidézem, a választások másnapján elveszítette jelentőségét, ki milyen párt színeibe jutott be a közgyűlésbe, mindenkinek egyaránt Szeged érdekeit kell képviselnie, erre utalta az iménti mondatában. Így történt? Így történt, mert számunkra és számomra személyesen is mindig is ez volt a fontos, mert abban hiszek, hogy egy város az akkor élhető, hogyha mindenkinek az otthona és az ember és ember között nem a világnézet, a pártállás tesz különbséget, hanem a tudás, a tehetsége, szorgalma és az, hogy mennyivel tud hozzájárulni a város fejlődéséhez. De visszatérve arra a kérdésére, hogy mi volt a legfontosabb feladat az elmúlt egy évben, az első hónapokat a romeltakarítással töltöttük. Ugye rendbe kellett tenni az előző ciklus által okozott károkat, és ez főleg az önkormányzati cégekre volt igaz. Most adták be egyébként az önkormányzati cégek a elmúlt időszak pénzügyi jelentéseit, és világosan látszik, hogy igaz volt, amikor azt mondtuk, hogy éves szinten körülbelül 500 000 000 forint volt az, amekkora kár keletkezett az előző közgyűlés idejében a szegedi önkormányzati cégek gazdálkodásában. Ennyi megtakarítást hoztak ugyanis az elmúlt időszakban az önkormányzati cégek, ennyivel csökkentették a teljesen fölösleges tanácsadói megbízásokat, ügyvédi megbízásokat, külső kiszervezett szolgáltatásoknak fizetett irreális összegeket, és hát az a néhány cégünk, aki ugye nem közszolgáltatást teljesít, nem nyereséget termel, itt elsősorban a piacokról van szó, ugye a gyönyörűen felújított mastéri piacról és a nagybani piacról, pedig 100 milliós nagyságrendben fizetett nyereséget a tulajdonos önkormányzatnak, tehát összességében látszik a város költségvetésén, hogy igaz volt az, hogy egy 500 000 000 hatalmas összeg folyt ki az előző közgyűlés jobboldali többségének döntése miatt a városi kasszából. Ezt kellett megfognunk, és ugye azt is elmondtam, és azt is képviseltük, és képviselni is fogjuk a jövőben is, hogy a vagyongazdálkodásra, hiszen az önkormányzat a szegedi adófizetők pénzével gazdálkodik, a minőségre és a hatékonyságra kell törekedni, ezért megkezdtük átalakítani a szegedi önkormányzat gazdálkodását. 4 olyan kisebb önkormányzati céget, ami a korábban önállóan működött, beolvasztottuk a hasonló profilú cégekbe, tehát 14-ről 10-re csökkentettük az önkormányzati tulajdonú cégeknek a számát, és az elvárás továbbra is az, hogy mindenki hozza a legmagasabb színvonalú szakmaiságot, de a leghatékonyabban gazdálkodjon a közösség vagyonával. Említette, hogy az önkormányzati cégeknél kellett rendet tenni, 11 önkormányzati cég vezetőjét hívták vissza a második közgyűlésen, az alakuló közgyűlés után, és egy évre bízták meg az új vezetőket. Miért döntöttek akkor így, hogy csak egy évre bízzák meg őket? Azért, mert én akkor is elmondtam, és ez most addig be is következett azóta, hogy a lehető legnyilvánosabban, nyilvános pályázat keretében kívánjuk meghirdetni valamennyi önkormányzati cég vezető pozícióját. Számomra, és talán ez meglehetősen egyedülálló Magyarországon,
ezek a pozíciók nem politikai és főleg nem pártpolitikai kérdések. Egy város akkor működik jól, ha ilyen felelős pozícióban hozzáértő, tisztességes emberek vannak, akik nem hozzá, mint polgármesterhez lojálisak, hanem Szeged városához lojálisak, és ezt abban jelenik meg, hogy a lehető legtisztességesebben és legjobb színvonalon kívánják ezt a feladatot ellátni. Azért azt gondolom, hogy ez nem pusztán politikai lózunk, azért az is mutatja, hogy az egy évre kinevezett önkárti cégvezetők közül egyetlen egy MSZP pártag sincsen, nem is volt, viszont kettő olyan is van, akik korábban nemhogy Fidesz tagok voltak, hanem fideszes önkárti képviselők voltak, és fideszes önkárti képviselőként meglehetősen nagy elánnal folytattak velem politikai vitát, és adott esetben kritizálták keményen az én polgármesteri tevékenységemet, de két olyan személyről van szó, ugye Makrai Lászlóról, aki a környezetgazdálkodási non-profit Kft-nket vezeti, és Drégei Zoltánról, aki az önkormányzat informatikai cégét, a Ritek Zrt-t vezeti, akik ehhez a területhez értenek, és tisztességesen jól végzik a munkájukat. És hát a 11 meghirdetett cégvezetői állásra 30 pályázat érkezett. Ez azt jelenti, hogy sok szakember fantáziáját felkeltette az, hogy hogyan lehet bekapcsolni ebbe a munkába. A jelentkezők között vannak kiváló szakemberek is, akiknek a munkájára számítunk, tehát sok olyan is képbe jött, aki korábban az önkormányzati rendszerben nem volt ismert, de a saját szakmai területén pedig nagyszerűt nyújtott. És hát a pénteki közgyűlés pedig dönteni fog, hogy a pályázók közül kiket fogunk megbízni arra, hogy a következő időszakban ezeket a területeket irányítson. Hogyan szerepeltek a jelöltek, a pályázók a meghallgatáson? A héten együttes bizottság ülésen hallgatták meg a képviselők több órán keresztül a jelölteket. Még egyszer hangsúlyozom, az én elvárásom az volt, és ezt a nyilvánosság fel is megfogalmaztam, hogy ha bár tudom, hogy Magyarországon nehéz azt elhinni, hogy létezik olyan politikai vezetés, városvezetés, önkormányzati vezetés, aki azt mondja, hogy nem a saját klientúrámat akarom építeni, nem a saját pártagjaimat, szimpatizánsaimat, barátaimat, üzlettársaimat akarom kinevezni felelős pozíciókban, hanem abban vagyok érdekelt, hogy a legjobb szakembereket találjuk meg. Tehát azért tagadhatatlanul ez nem jellemző a mai Magyarországra, se kormányzati szinten, sem települési önkormányzati szinten. Tehát én abban bíztam, és ez jött be, hogy ennek ellenére a szegediek elhiszik, hogy Szeged városát mi így akarjuk működtetni, és hát ennek a bizonyítéka, hogy még egyszer hangsúlyozom, 11 meghirdetett pozícióra 30-an pályáztak. Még egy kicsit térjünk vissza erre az egy évre az önkormányzati cégek tekintetében. Azt említette, hogy sikerült összességében mintegy 500 millió forintot megtakarítani, lezárva azokat a szerződéseket, fölmondva, amelyek kifele vitték némely cégekből a pénzt, és azt is mondta, hogy a piacok pedig jelentős bevételt termeltek. De melyek voltak azok az önkormányzati cégek, ahol nagy bajok voltak, amit rendbe kellett tenni, ahol nagyon be kellett avatkozni? Szinte mindegyiknél. Hát a legnagyobb bajok közismertek voltak, hiszen a közéleti viták, a városi viták, a közgyűlési viták az elmúlt években, a előző közgyűlés idejében ugye ezeknél a cégeknél jelent meg. Ugye erre hívtuk fel a figyelmet a fideszes jobbikos közgyűlési többségnek, hogy ebből baj lesz, ők ezt nem hitték el. Aztán meg kellett várni a szegediek ítéletét, amit megkaptak tavaly októberben, amikor leváltották őket a szegedi választópolgárok. Hát közismert tény, hogy a mastéri piac Magyarország legszebb és egyik legnagyobb piacává épült európai uniós támogatással, ugye amikor megcsináltuk a felújítást, abban a reményben, hogy jelentősen növekedni fog a forgalma, és ez így is lett. Megduplázódott a mastéri piacnak a forgalma, és egy fillér nyerességet nem fizetett be Szeged önkormányzatának. Úgy működött a mastéri piac a Fidesz Jobbik idejében, hogy megnézték, hogy abban a hónapban mennyi a bevétel, és annyi kiadást csináltak, teljesen értelmetlen megbízásokkal, hát olyanokkal, amik a sajtóban is megjelentek, vérlázítók voltak, tehát több százezer fontot fizettek ki gázóra, leolvasásra, hatalmas ügyvédi költségek volt a kommunikációs költségek, és minden hónapban annyi volt lényegében a cégnek a költsége, amennyi a bevétel, tehát a szegediek egy fillér hasznot nem láttak ebből a nagyszerű beruházásból. De mondhatnám a Szegedi Közlekedési Társaságot is, mondhatnám a város takarító cégét. Túl vagyunk rajta, tehát én azt gondolom, hogy a lakosságot nem elsősorban ez érdekli, a lakosságnak, a szegedieknek van egy alapvető elvárása, hogy akinek köze van a közösségi vagyon, a városi vagyon működtetéséhez, és a városi vagyon egy jelentős része az önkormányzati tulajdonú cégeknél van, annak kutya kötelessége a lehető legfelelősségteljesebben eljárni. De az elmúlt egy évben azért más is csináltunk, tehát ugye azzal kezdtem, hogy az első hónapok voltak a romeltakarítás és a kármentésnek az időszaka.
előkészítettük azokat a legfontosabb beruházásokat, amiket szeretnénk megvalósítani. Ugye az előző 7 éves Európai Uniós költségvetési fejlesztési ciklusban 2013 és 2014 között ugye mindenféle hazai és nemzetközi kimutatás is egyértelművé teszi. Szeged volt a legsikeresebb magyarországi nagyváros, több mint 300 milliárd forintnyi Európai Uniós fejlesztési támogatás érkezett Szegedre. Az a célunk, hogy ez a mostani 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban is így legyen, magasra tettük a lécet, de meg akarjuk ugorni, és ehhez természetesen meg kellett kezdenünk sürgősen a legfontosabb beruházásaink, fejlesztéseinknek az előkészítését. Ez is egy nagyon fontos feladat volt az elmúlt egy esztendőben. Lehet, hogy az előkészítéshez némileg csatlakozik az adórendelet módosítása is egy ponton, egy bizonyos ponton. Ugyanis nem csak az új cégvezetők megbízásáról szól majd a pénteki közgyűlés, hanem az adórendelet módosításáról is. Ez egyértelműen az adóbevételek növelését célozza, azt gondolom. Mi vezetett ide? Milyen kényszerek juttatták ehhez a döntéshez, ehhez a tervhez az önkormányzatot? A Szegedváros önkormányzatának elmúlt egy éves munkájának az értékelését kérdezte, de beszélhetünk az önkormányzatok általános helyzetéről is Magyarországon. Az történik, hogy pont az ellenkezője zajlik, mint amit a kormányzati kommunikáció állít. A kormányzati kommunikáció azt mondja, hogy a Fidesz megmentette az önkormányzatokat. Hát körülbelül úgy mentette meg az önkormányzatokat a Fidesz, mint a magánnyugdíjpénztári tagokat, vagy a trafik tulajdonosokat, tehát leginkább elvette az önkormányzatok vagyonát. Évről évre lényegesen több forrást vett el az önkormányzati rendszertől, a településektől a fideszes kormány, mint amennyi termentesítés történt, akár néhány feladat állami átvállalásával, akár a korábbi hiteleknek a kiváltásával. Szeged esetében ez azt jelenti, hogy a parlament már elfogadta a jövő évi központi költségvetés, hogy az látszik, hogy jövőre további 4-500 millió forinttal, tehát közel 500 millió forinttal fogunk kevesebb pénzt kapni a központi költségvetésből, mint tavaly. Ez nem csak Szegednek szól, tehát minden magyarországi település arányosan, tehát nagyságrendjének megfelelően hasonló elvonással fog szembesülni. Ez volt jellemző körülbelül ez a évi több 100 millió forintos elvonás, plusz elvonás az elmúlt években is. És van egy másik jelenség is, hogy ezzel párhuzamosan a kormány arra kívánja sarkalni, sőt rákényszeríteni a településeket, hogy új helyi adókat vessenek ki a lakosságra. Csongrád megyében 60 település van, és a 60 településből már 41-ben van lakosságot terhelő helyi adó, tehát amit a lakosság fizet. Tipikusan a kommunális adó. Tipikusan kommunális adó, de ingatlan adó is van, és egyéb adók is. Ugye olyan törvényt hozott a parlament, ami arról szól, hogy az önkormányzatok bármire, amire a fantáziájuk engedi, ki lehet, hogy vessenek adót, korábban ennek sokkal szigorúbb szabályozása van. De van egy másik jelenség is, a nagyvárosokban is megjelent a lakossági adó. 23 megyejogú város van, megyeszékhely vagy 50 ezer fő fölötti település Magyarországon, és a 23 megyejogú városból már 18-ban fizet a lakosság adót, a lakása, a garázsa, az üdülője után, sőt 6-ban kommunális adó is van, pedig még néhány évvel ezelőtt az tényleg nem volt jellemző, hogy a nagyvárosok megadóztatnák a lakosságot. Amit mi mondtunk, és talán azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a szegediek számára, mi továbbra sem fogunk lakosságot érintő helyi adót kivetni. Szeged lakossága eddig sem, és a jövőben sem fog külön helyi adót fizetni. A lakása, a garázsa, az üdülője után az önkormányzatnak. Lassan már egyedülállóként az országban ellenállunk ezen fideszes törekvésnek, tehát a most pénteken tárgyalandó helyi adórendszer, adórendeletek is azt tartalmazzák, hogy a lakosságtól semmilyen jogcímen adót nem fogunk elvenni. Ez már csak azért sem akarjuk megtenni, mert ugye megnéztük, hogy mi történt az elmúlt években. Körülbelül 40 új adót vezetett be a Fidesz kormány az elmúlt 5 esztendőben, és a 28 európai uniós tagállamot, hogyha megnézzük, akkor Magyarországon a legmagasabb a 28 európai uniós tagállamból a minimálbér vagy az alacsony jövedelműeknek az adóterhelése. Tehát elképesztő és növekvő adóterhelés van a magyar lakosságon, igazságtalan módon, főleg az átlag vagy átlag alatti jövedelműek esetében. Ami történik, az nem más, mint hogy a vállalkozásokat érintő adókhoz nem nyúltunk 2012 óta. Itt ugye a vállalkozási célú építményeknek az adóztatása zajlik, tehát nem a lakás célú, hanem a vállalkozási célú építmények esetében. Itt a kormány határozza meg, hogy mennyi az adó
kulcsnak a maximuma. Némileg emeljük négyzetméterenként a 200 forinttal évente ezt az adót, így se fogjuk elérni a kormány által meghatározott maximum adókulcsot, de miután 2012 óta nem nyúltunk hozzá, ezért azt gondolom, hogy könnyen belátható, hogy mintán valahonnan pótolnunk kell a kormány által elvett forrásokat, ezért változtatnunk kell az adórendeleteken. Mennyit remélnek ebből a valorizációból? Egy körülbelül 500 milliárd forintot, ugye azért ennyit, mert hogy ennyit vesznek el jövőre az idejéhez képest, és ugye semmilyen körülmények között nem lehet hiány az önkormányzatnak a gazdálkodásából. Annyit azért hagyj jegyezzek meg, hogy a szegedi saját adóbevételek nagyon dinamikusan elkezdtek növekedni az utóbbi időszakban. Bőven 10 milliárd forint fölött van az az adó, amit iparűzési adóban és építményadóban a Szegeden működő cégek és vállalkozások a városnak befizetnek. Ez lassan már a költségvetés egyharmadát is meg fogja haladni. Tehát amikor fanyalgók azt mondják, hogy Szeged egy költségvetési város, és itt nincs is gazdaság, akkor azért szeretném jelezni, hogy 11-12 milliárd forintot évente a szegedi vállalkozások fizetnek be a város kasszájába. Enélkül nem tudnánk működtetni az iskolaépületeket, enélkül nem lenne tömegközlekedés, enélkül semmire nem jutna a pénz fejlesztésre és beruházásra. Úgyhogy nem engem támadnak és értenek meg azok, akik a szegedi gazdaság nem létéről elmérkednek, hanem azt a több ezer szegedi vállalkozást, aki a forgalma után befizeti azt a 2%-os iparűzési adót, vagy a telephelye után ugye fizeti az építményadót, és hát nagy mértékben finanszírozza a város működését. Van még két tétel, amiről az adórendelet kapcsán beszélnünk kell. Az egyik a kisebb tétel, gondolom, az idegenforgalmi adó mérsékelt emelése. Itt mekkora lesz a mérték? Az idegenforgalmi adó az nem érinti a szegedieket, mert a turisták fizetik, akik bemennek a szegedi szállodákba, panziókba, és akkor a szobahár mellett kifizetik ezt. Ugye ez, aki bárhol járt már vendégként, turistaként, az látható, tudhatja, hogy a világon mindenütt ilyen adó van. Azért egyre jelentősebb ez az összeg, mert nagyon dinamikusan növekszik Szegeden az idegenforgalom, tehát egyre több turista költ, egyre több éjszakát nálunk, és ennek az összegnek a sokszorosát fordítjuk vissza például a szegedi kulturális kínálat bővítéséhez, ami ugye vonza a turistákat, tehát az idegenforgalmi szakemberek, szállodatulajdonosok sem igazából szokta panaszkodni, mert tudják, hogy többszörösét fordítja vissza a város ahhoz, hogy legyen nekik vendégük, mint amennyit a turistáktól ezen a jogcímen beszedünk. Az iparűzési adónál semmilyen változás nem lesz, egy változás lesz, adókedvezményt biztosítunk a házi orvosoknak, a házi gyermekorvosoknak és a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosoknak, nem hogy adókedvezményt biztosítunk, adómentességet biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy havi 1 millió forint, tehát évi 12 millió forintos árbevételig a házi orvosoknak nem kell iparűzési adót fizetniük. Ez egyébként éves szinten egy kb. 16 millió forintos kiesést jelent, ha tetszik, támogatást jelent a város részéről a házi orvosok felé. Én egy percig nem hiszem, hogy a Magyarországra sajnos jellemző orvos elvándorlást ez önmagában tudná akadályozni. Ugye a tavalyi évben több orvos hagyta el az országot, mint ahányan diplomát kaptak az orvosegyetemeken, tehát valóban tragikus a helyzet, és lassan ezt már Szegeden is kezdjük érzékelni. Az ország más pontjain pedig már évek óta nem találok orvos, nagyon sok olyan körzet van, ami betöltetlen. De azt gondoltuk, hogy ezzel a saját eszközzel talán könnyebbé tesszük azt, hogy a házi orvosok fent tudják tartani a praxisukat. Szeged megyei jogváros gazdaságfejlesztési stratégiájában van egy félmondat, a város nem rendelkezik gazdaságfejlesztést szolgáló területtel, és ez az egyik legégetőbb probléma. Ez az egyik oka lehet a telekadó bevezetésének. Milyen tapasztalataik voltak e téren? Mi vezette arra az önkormányzatot, hogy e téren lépjen? Valóban egy új és nagyon keveseket érintő adónemet fogunk bevezetni a vállalkozások számára, tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, Szegeden a jövőben sem fog a lakosság fizetni a lakása, garázsa, üdülője után az önkormányzatnak, és kommunális adó sem lesz, tehát ha kell, akkor az utolsók leszünk az országban, de akkor is ellenállunk a fideszes kormány törekvésének, és nem fogunk lakossági adót bevezetni. Amiről itt szó van, az, hogy valóban Szeged város egyik problémája, történelmileg így alakult, hogy a város nagy
nagyságához, növekvő lakosság számához mérve meglehetősen kicsi a közigazgatási területe. Ennek alapvetően az az oka, hogy a szegedi közigazgatási terület egy jelentős részét a 50-es, 60-as években önállóvá vált korábbi tanyaközpontok, mint például Móra-Halom, vagy Bornány, vagy Zsombó, elvitte magával, hogy önálló települések lettek. De volt egy másik jelenség is, ami az elmúlt 20 évre volt jellemző, hogy a privatizációban, kárpótlásban és egyéb hasonló folyamatokban több jelentős ipari terület, gazdasági besorolású terek került magántulajdonosokhoz, tehát az önkormányzat nem nagyon rendelkezik, sőt alig rendelkezik üres gazdaságfejlesztése, munkahelyteremtésre alkalmas területtel. Márpedig, hogyha egy befektető érkezik hozzánk, és azért folyamatosan érkezik hozzánk, akkor az első kérdés az önkormányzattól, hogy tud-e egyébként telephelynek megfelelő ingatlant biztosítani. Ezek az ingatlanok ugyanis meglehetősen olcsó áron, akkori viszonyoknak megfelelően magántulajdonosokhoz kerültek. Ezzel az új adónemmel négyzetméterenként 100 forintra fogjuk egyébként évi 100 forintra megadóztatni ezen gazdasági kereskedelmi besorolású üresen álló telkeket. Nem pusztán a pénzbeszedés a célja ennek a rendelkezésnek és ennek az új rendeletnek, hanem hogy szeretnénk motiválni ezeket a tulajdonosokat, hogy ne várjanak még 5-10-20 évig, hogy majd akkor a gyerek meg az unoka 5-szörös áron, meg 10-szeres áron fogja eladni, mint amennyiért ők megszerezték. Ugye tipikusan azért olyan tulajdonosokról van szó, akiknek ez a telek, hogyha úgy mondjam, nem kenyére kell, tehát akár évtizedekig tudják várni azt, hogy az ingatlan piaci árak azért folyamatosan növekednek. Megtehetik ők a tulajdonosok, akkor egyrészt lesznek szívesek hozzájárulni a város költségvetéséhez, másrésztről pedig ezzel az adóval motiválni szeretnénk őket, hogy azért nekik is jó legyen, hogyha találnak olyan befektetőt, aki épít is ezekre az üres telkekre. Hát igen, mert évekkel ezelőtt is lehetett hallani olyan történeteket, hogy magánkézben lévő nagy ipari célú telkeket egyszerűen nem adott el a tulajdonos, még most sincs beépítve, vár egy még kedvezőbb ára valószínűleg. Nagyon sok ilyen példát tudnék mondani, hogy az elmúlt időszakban járt nálunk befektető, aki Szegedbe gondolkodott, ugye mit néz meg, amikor városok között dönt egy befektető munkahelyteremtő beruházás? Ugye azt nézi, hogy tud-e jó infrastruktúrával ellátott, megfelelő áron értékesítendő telephelyhez, területhez jutni, ahova fel tudja a gyárát, üzemét, akármiét építeni, és van-e megfelelően képzett szakember? Ez utóbbival azért Szeged ennek nem szokott bajunk lenni. Az elsővel, az előbb említett okok miatt gyakran előfordul, és természetesen önkormányzatként mi a próbáltuk kiajánlani ezen magántulajdonban lévő üres telkeket is, és hát a befektető pedig jött visszasikítva, hogy hát olyan horribilis és irreális árat hallott, hogy egészen biztos, hogy megsáll az ország másik végéig. Még egyszer hangsúlyozom, megteheti egy tulajdonos, hogy ezzel így él, de a városnak meg jogában áll, akkor egyrészt azt kérne, hogy lesznek szívesek abból az extra nyerességből, ami az ingatlanaik érték növekedéséből származik, hozzájárulni a város működéséhez, másrészt pedig azt reméljük, hogy ez az új adó teher, az meg esetleg elgondolkodtatja őket abban, hogy minél gyorsabban elfogadjanak egy-egy munkahelyteremtő befektető ajánlatát. Nyugodtabban néz a város 2016 elé, hogyha ezek a rendeletmódosítások megtörténnek? Ugye elkezdtük a jövő évi költségvetés tervezését, teljesen tisztán és világosan január végén fogunk látni, ugye február közepén fogja szokás szerint elfogadni a városi közgyűlés a jövő évi költségvetést. Kiegyensúlyozottan gazdálkodunk, elzártuk a pénzcsapokat, amit korábban talicskával hordtak ki a Fidesz-Jobbikos közgyűlési többség a városkasszájából, ez az évi kb. 500 000 forintot az önkormányzati cégeken keresztül. Elzártuk a pénzcsapokat, tehát minden fillérnek a helyén van és a városi költségvetést gyarapítja és a stabilitást biztosítja. Ezekkel a adókorrekciókkal, mert még egyszer hangsúlyozom, a vállalkozási adó, építményadó esetében ugye 2012 óta nem emeltünk, és most sem egy hatalmas, drasztikus emelésről van szó, hanem lényegében azóta eltelt inflációt építjük be az adórendszerben. Ez pedig biztosítja azt, hogy Szeged ugyanúgy, mint hogy az elmúlt évtizedben működési hiány nélkül tudja gazdálkodni. Amit remélünk az az, és én ezt várom a következő évtől, hogy annak ellenére, hogy Magyarország immáron két éves csúszásban van a 2020-ig Magyarországnak járó európai és uniós pénzek elköltésében. Lényegében egyetlen jelentősebb pályázati kiírása nem került sor 2015-ös évben. Ez sújtotta nem csak Szegedet, hanem mindenkit Magyarországon is, minden települést. Tehát van egészen elképesztő csúszás van. Mi ezt az évet arra használtuk fel, hogy az előkészítő munkát megkezdtük. Tudjuk, hogy milyen beruházásokat kívánunk megvalósítani. Ebből kettőt hagyj emeljek ki, mert a következő napokban a szegediek nagy számba fognak vele találkozni. Lesznek megint teljes városrészi rehabilitációs
programunk is Tarján felújítását folytatjuk, ugye az első ütemet néhány évvel ezelőtt megtettük, és ugye ezt a városrészben és Újszegeden is elkezdjük ezeket a teljes átfogó felújításokat. Ezzel kapcsolatban fogjuk megkérdezni az érintett városrészek több tízezer szegedi lakosát, hogy mit tart fontosnak, mire van szüksége, mit változtassunk rajta. Ezzel kapcsolatban kérdőíveket fognak kapni, és lakossági fórumokra is sor kerül. Abban bízom, mert ez az ország érdeke is, hogy a jövő évben viszont már a konkrét pályázati kiírások is megjelennek. Könnyebb helyzetben vagyunk, mint a korábbi időszakban, mert 34 milliárd forintnyi összeget már nevesítettek Szegednek, tehát ezzel nem kell ezért az összegét versenyeznünk más településekkel. És hát abban is bízom, hogy a magyar kormány is megértés felfogja, hogy nem lehet sikeres úgy Magyarország, hogyha az ország harmadik legnépesebb városa és egyik legjelentősebb innovációs központja, tudás központja nem fejlődik, tehát nincs gyarapodó, fejlődő Magyarország, gyarapodó, fejlődő Szeged nélkül, és hát hogyha Magyarország el akarja költeni 2020-ig a unió által nekünk adott összeget, akkor szüksége van Szegedre ebben a folyamatban is a kormánynak, mint jelentős fejlesztési pénzt felhasználni képes városra. Ön korábban bejelentette, hogy szeretné visszaszerezni az önkormányzati iskolák kezelését, működtetését. A forrás visszaszerzése az oka, vagy presztízs kérdés, vagy mi az oka? Kérdés. Tehát ugye Magyarországon most az a gyakorlat alakult ki, ami talán a világban is egyedülálló, hogy minden magyarországi iskolát egy iskola fenntartó központ tart fent, a szegedi Radnóti gimnáziumtól kezdve a borsodi kisfalu kicsi általános iskolájáig egy intézmény lényegében, egy intézményhez tartozik. Az épületek működtetése, az viszont az önkormányzat feladata, ez napi problémák ezreit hozza, minden iskolában el tudják azt mondani, hogy sokkal hosszasabb és bonyolultabb folyamat most egy kitört ablakot megcsinálni, vagy a takarítást megszervezni, vagy bármit, mint a korábbi időszakban volt. És hát szakmailag pedig mindenki látja a magyar oktatás helyzetét. Azt mondták ugye a kormányzati képviselők az iskolák államosításánál, hogy azért kell ezt megcsinálni, mert Magyarországon óriási különbségek voltak a gyenge iskolák és a jó minőségi iskolák között, és ez az egységesítés ezt megoldja. Mert most azt látjuk, hogy a gyengébben teljesítő iskolák helyzete nem lett jobb, a minőségi iskolák helyzete, és ugye Szegedre alapvetően ez volt a jellemző, helyzete viszont nagyon sokat romlott. Tehát attól félek, hogyha ez továbbra is így megy, akkor ez az egységesítés azt fogja hozni, hogy minden iskola egyaránt rosszabbul fog teljesíteni, mint hogy ez korábban történt. És Szeged, mint iskolaváros esetében pedig azt gondolom, hogy nem lehet túlértékelni és túlságosan hangsúlyozni, hogy mennyire fontos nekünk, hogy az iskoláinkban megteremtett kiváló szakmai munka és minőségi feltételrendszert fent tudjuk tartani. 2016-nak vannak-e még kockázatai, mondjuk a rezsicsökkentés miatt, hiszen a környezetgazdálkodási non-profit KFT esetében ezt érzékelte már a város, de lehet ilyen kockázat akár a távhőszolgáltatás terén is? Ugye a rezsicsökkentésen, ami egy nagyon népszerűnek tűnő kormányzati propagandai már évek óta két probléma van. Egyrészt minél magasabb a jövedelme, minél többet költ rezsire valaki, annál több támogatást kap, és hát a legalacsonyabb jövedelmük esetében pedig még ez a több körbe meghirdetett rezsicsökkentés is magasabb rezsit eredményez, mint az korábbi szocialista kormányok alatt volt, ugye az alacsony fogyasztású és jövedelműek számára a gázár támogatás. Tehát ugye minél többet van, minél gazdagabb vagy, annál nagyobb kedvezményt és támogatást kapsz, ugye ez a Fidesz politika lényege. A másik, ami ugye önkormányzati szempontból nagyon nagy probléma az úgynevezett rezsicsökkentésben, ez pedig az, hogy a rezsicsökkentés árának egy jelentős részét az önkormányzatokkal, a településekkel, vagyis a tetszik a lakossággal fizetik meg. Ez igaz a hulladékra, ez igaz a távhőre, ez igaz a vízdíjakra és mindenre. Hát nem olyan nagyon közvetve van ez megfizetve, mert hogyha a város kasszájából kell kipótolni, vagy hiányzik ezek az összegek, az nem azt jelenti, hogy a lakosság nem közvetlenül érzi ezt, de közvetve mégis a lakosság fizeti meg az adóink keresztül. Ez így van, meg jut kevesebb pénz egyébként más fontos feladatra. Tehát ugye ez is egy óriási probléma. Szeged esetében sok 100 millió forint évente ennek a költsége, és hát itt van egy újabb nagyszerű ötlet, ez pedig az, hogy állami konzorcium, állami cég fogja beszedni a hulladék, a szemétszállítási díjakat, miközben a feladat ellátása maradt továbbra is Szegedváros és egyébként az önkormányzatoknak a feladata, ezt nem tudom még, hogy hogyan fog működni. Arról nem is beszélve, hogy ugye az én polgármesteri működésem egyik első intézkedése volt, hogy széleskörű kedvezményt biztosítottunk ugye nyugdíjasoknak, tehát jóval kedvezményesebb hulladékszállítási díjat fizettek és fizetnek a szegedi nyugdíjasok.
nagy kedvezménnyel. Ugye attól tartok, hogyha egységesen egy állami konzorcium fogja beszedni a hulladékszállítási díjakat, akkor feltétlenül ez az országban is meglehetősen ritka és egyedülálló nyugdíjas kedvezmény, ez nem fog megmaradni. Akkor már nekünk nem lesz mozgásterünk, mert törvényileg fogják tőlünk elvenni ezt a feladat és hatáskört. Tehát visszatérve a kérdésére, hogy látok-e kockázatot, hát ugye olyan világban élünk, hogy egy miniszterelnök vagy egy miniszter fel kell reggel, aztán kitalál valamit, azt másnap délután ebből törvény lesz, anélkül, hogy bármiféle szakmai egyeztetés történne az ügyben, és utána meg ők maguk is kapkodják gyakran a fejüket, hogy mi ennek a következménye. Én most azért tudok felelősséget vállalni, ami a mi felelősségünk és a mi feladatunk. Azt tudom önnek mondani és önöknek mondani, hogy az új önkormányzati ciklus első évében megalapoztunk mindent, ami ahhoz szükséges, hogy Szeged városát továbbra is a békés fejlődés és a békés építkezési munka jellemezze. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a közgyűlésen szépen. A képviselőknek. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, a jövő héttől szerda esténként a Városrészek műsorát, a Közérzetet láthatják. Viszontlátásra!